csilisrákokat fogunk készíteni rétes köntösben. Ehhez az ételhez a Rozmár Kft. Által forgalmazott Black Tiger, vagyis magyar néven fekete tigris rákot fogom használni. Nevét onnan kapta, hogy a ráknak a külső része fekete csíkos. Természetben akár 30-35 centisre is megnől, nem csak halásszák, hanem tenyésztik rákfarmokon is. Hogyha ezt az ételt készítjük és a rákokat kiolvasztjuk, akkor azonnal föl kell használni, utólag már visszafagyasztani tilos. Beleöntöm a rákokat egy szűrőedénybe, és hideg vízzel alaposan le kell löblíteni. Meg kell várni, még alaposan lecsepeg, addig én elkészítem hozzá a mártogatós szószt. A mártogatós szószhoz mentalevelet, metélőhagymát és petrezsényzöldet fogok használni. Így, ahogy van, apróra össze metélem. Az összecsapkodott friss fűszerleveleket belekotorom egy tálkába. Én ehhez a mártáshoz kanalazok majonézt ebbe a tálba, teszek bele mustárt, darálok rá borsot, ízesítem sóval, pár kanál natur joghurttal fogom fellazítani, megkönnyíteni, teszek bele zöld citromnak a kifacsart levéből, és az egészet jó alaposan összekeverem. A rákok bundája, köntöse, rétes lap lesz. Elkészítem teljes kiörlésű, lisztből készült rétes lappal, és elkészítem hagyományos muzalitből készült rétes lappal is. Majd megnézzük, melyik lesz a finomabb. Közben a rákok lecsepegtek, bele borítom egy nagy tálba. Darálok rá borsot. Kanalazok rá csiliből készült édes szószt. Az egészet jó alaposan összekeverem. Így. Kibontom a réteslapot. Ezt is érdemes szobahőmérsékleten tartani felhasználás előtt legalább egy fél órával, hogy meglágyuljon és könnyebben tudjuk hajtogatni. Teljes kiörlésű lisztből készült tantefanni rétes tészta. Félbehajtottam. Megkenem felvert tojással, és a tésztából 2-3 centis csíkokat metélek. Ezekbe a csíkokba fogom beletekerni a megtisztított rákokat. Megkapta a ráka rétes köntösét, forró olajba pirosra sütöm őket. Gyönyörűek lettek, nagyon szépen kipirosodott a rák. Elkészültek, kipirosodtak, megpirosodtak, finom ropogósak lettek, akár csak egy tavaszi tekercset készítettünk volna. Izgalmasan fogjuk kitálalni, ezért én vásároltam 2 darab kókuszdiót, amihez egy nagy kalapácsot veszek segítségül. Kimegyek a teraszra és megpróbálom őket széttörni. Nagyon jó! Hát akkor kitálaljuk. Egyébként berakom a teljes kiörlésű réteslapba bundázott rákokat. Másikba kerül a hagyományos réteslapból készült. És hogy a szósznak is helyet adjunk, és tálkát készítek a kókuszhéjából. Majd belekanalazok egy pár kanállal, és majd ebbe lehet mártogatni. Jó étvágyat kívánok!